Évek óta szokás a Dél TV-nél, hogy a karácsonyi ünnepeket nem csak érzelmi vagy vallási oldalról közelítjük meg, hanem arra is kíváncsiak vagyunk, hogy karácsonykor mi kerül a bajai családok asztalára. A sok-sok papírforma eredmény mellett ezúttal is jó néhány meglepő dolgot hallhattunk riportalanyainktól. Hát a karácsonyi menü 24-én minden esetben hal szokott lenni, 25-én, 26-án a család körbe látogatása általában ez szokott programon lenni, de hát a család látogatásnál is elsősorban a halételek vannak terítéken, illetve a szokványos magyaros mákos beigli, illetve mákos diós beigli evések. A halételek nem csak a halászléba merülnek, hanem rácpontól kezdve bármilyen halétel elfogadható, én azt gondolom, a karácsonyi időszakban. A halételeket így mogyi termékekkel fogyasztjátok? Nem a halételeket, tejfölösen, a rácpont, ez egy tipikus a tejfölös étel, és paprikával fogyasztjuk, mert a mogyoró darálva nem ad olyan jó szint a halászlének, mint a paprika ledarálva. 24-én édesanyáméknál édesapám főz halászlevet, ugyanis én nem tudok halászlevet főzni, ezt megesszük délután, és utána együtt van a család természetesen otthon, majd 25-én és 26-án a feleségem nagyszüleinél és szüleinél ebédelünk. Milyen ételek váratok, tudsz erről nyilatkozni? Természetesen a szokásos halászlé, guba, másnap pedig nem is tudom, mik szoktam. Olyan régen volt, nem emlékszem, hogy tavaly. Minden évben ugyanaz van, de nem tudom. Nálunk a menü halászlé szokott lenni, és mákos és diós guba. És természetesen mákos és diós beigli is készül, és nem a boltba veszem meg. És hát a tesóméknál nagyon finom töltött káposzta szokott lenni. Nálunk a 24-e, 25-e szigorúan családi ünnep, szűk család vesz részt az ünnepi vacsorán. Igaz, hogy édesapám még már Székesfehérváron élnek, és én is ott ünnepelek majd, de szigorúan halat főzünk, bajai halat főzünk, és azzal ünnepelünk, aztán pedig elmegyünk az éjféli misére. Karácsonyi ünnepek alatt, úgy, ahogy minden családban, nálunk is otthon van, aki él és mozog, aki a családhoz tartozik, és végig főzzük azt az étkezési sort, amit ilyenkor illik, a lányok sütnek, én elég sokat részt veszek a főzésben, hal természetesen, ugye, mint egyik főfogás előfordul, és utána az keményedik, sült húsok, rántott húsok, húsleves, és hát minden olyan jó, ami ebbe a Kárpát-medencébe finom. Karácsony este, akkor hát ugye a mákos guba, karácsony 24-én este a mákos guba kerül az asztalra, akkor diót törünk, és hát meg fokhagymát is eszünk mézzel, hát ez a főétel karácsony este. Másnap meg a nejem akkor hát főz is valamilyen maronfilevest, és vagy pedig hát töltött káposztát is. Hát a karácsony az ünnepi ebéd az nálunk, zenész cigányoknál, kakaspörköl túrós tésztával, és előfordul még a töltött káposzta, az is ilyen etnikai ebéd a zenész cigányoknál, és mindig a mindenkor és minden a zenész cigány családban otthon vagyunk, tehát a szent este az mindig otthon történik, egybe jön a család, és akkor karácsony másnapján szoktunk járni vendégségbe. Hát 24-én természetesen halászlé lesz, ahogy szoktuk. 25-én megyünk édesanyámhoz, nálunk ez mindig így van a hosszú évek során. 26-án meg elmegyünk, átmegyünk a másik családhoz, anyósomékhoz. Hogy mikor mi lesz a kaja, én úgy tudom, hogy mindig most már ugye a gyerekek kedvencei vannak. Töltött csirke lesz pulyka és hal. Otthon kétféle gasztronómia létezik. Létezik az én gasztronómiám, amit én szeretek. Ezt a kislányom is nagyon szereti, illetve anyósom és apósom még velünk élt, ő is. Ez a hagyományos alapanyagból készített, most bőrösborjú lesz, meg kecske elkészítve. A nagylányom meg a feleségem viszont inkább a franciás konyhát kedvelik, mártással, gombával, tejszínnel,
Úgyhogy én megteszem, hogy nekik is főzök külön, meg főzök magamnak is, meg a pici lányomnak, meg anyósomnak. Hát a hagyományos karácsonyi menük kerülnek a halászlé, a töltött káposzta, pörkölt és sültek, valamint nem maradhat el a húsleves, a tyúkhúsból készült hús. 24-én természetesen este halászlé, 25-én pulyka, sült pulyka, 26-án pedig a maradékok tulajdonképpen, mert hát nyilván addigra annyira eltelik az ember, hogy nem annyira éhes. Mi 26-án a lányom és a 4 unokám az Pesten él, 26-a reggel oda megyünk föl, és akkor néhány napot ott maradunk, mert ők 24-én nem jönnek haza, elég nehéz a mozgás 4 gyerekkel. Ha valaki az ünnepek után úgy gondolja, hogy ezúttal is túl sokat sikerült ennie, nem árt egy kicsit mozognia, amire kitűnő lehetőség Baján a szilveszteri focikupa és a december 31-i szilveszteri futás. Mindenkinek nagyon boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok, és sikereken gazdag új évet!